Jó estét kívánok! Az elmúlt pár napban a Jobbik belügyeitől volt hangos a magyar sajtó, nem véletlenül. Nyilvános üzengetések, kizárások, kilépések, korrupciós vádak, de hol helyezzük el a történéseket? A tisztulási folyamat újabb lépcsőfoka, vagy egy újabb lépés a szétaprózódás útján? Lesz-e közös LMP Jobbik lista az Európa Parlamenti választáson? Az MSZP közben előválasztást sürget, hogy megtalálják Tarlós István kihívóját. Ha lesz időnk, szót ejtünk arra, hogy tervek szerint az egész felsőoktatásra kiterjesztenék a Corvinuszi modellt. Kövér László házelnök szerint pedig a magyarság ellen zajlik kultúrharc. Ma is sok témánk lesz, vendégeink pedig Závesz Tibor, Tóth Csaba, G. Fodor Gábor és Gajdics Ottó. Jó estét kívánok az uraknak! Jó estét! Jó estét, szervusz! Hétvége óta a Jobbikban viszonylag sok minden történt, ugye rendkívül frakcióülést hívtak össze, ahol Volner Jánost kizárták a frakcióból, azóta a párttagságát felfüggesztették. Két társa ugyanúgy kilépett a frakcióból, van, amelyik már a pártból is kilépett, és azóta folyamatosan nyilvános üzengetéseknek lehetünk szem- és fültanúi a nyilvánosság több platformján. Mielőtt kicsit belemennénk abba, hogy mi történik, és mi is az, aminek szemtanúi lehetünk itt a Jobbik folyamatait tekintve. Érdemes visszaidéznünk egy rövid interjú részletet. Volner János volt a Napi Aktuális vendége, ahol nem csak arról beszélt, hogy miért hozta meg a döntést, amiért éppen kritizálta a Jobbikot, hanem arról is beszélt, hogy régóta húzódnak olyan folyamatok a Jobbikon belül, aminek ő próbált ellenszelet biztosítani, de ez nem jött össze. Meg vagyok döbbenve, amikor azt látom, hogy Brüsszelben rendez a pártom egy béruniós konferenciát. Gyöngyösi Márton, a jelenlegi elnök helyettesünk szervezte ezt a konferenciát, és azt látom, hogy a meghívottak között, akik a Jobbik politikáját támogatták, rögtön három olyan ember van, aki egyértelműen Soros György hálózatához tartozik. Az egyik a Soros féle CEU alapítója, a másik a prágai Soros Alapítványnak az egyik képviselője, a harmadik pedig a CEU-nak egy programkoordinátora. Megjegyzem, van ott egy negyedik ember is, aki egy szélső liberális migránspárti politikus, és egyszerűen nem értem, hogy mi keresni valónk van nekünk ezekkel az emberekkel. Kicsit érdekes azt látni, amikor Volner János Soros Györgyöt összefüggésben hozza a Jobbik jelenlegi vezetésével, de ő ugye azt is hangsúlyozta a teljes beszélgetést, ha visszanéznénk, hogy egy olyan baloldali fordulat ment végbe a Jobbiknál, amihez nagyon sokan a párton belül nem tudtak asszisztálni, és ő ezt szerette volna megakadályozni. Összességében így nézve az eseményeket, ti mit gondoltok, a jelenlegi vezetés ellen egy kvázi puccs, amit látunk, és szeretnék az új választással őket eltéríteni, vagy megfosztani a jelenlegi tisztségeiktől, vagy az a tisztulási folyamat, amit már Torockaiéknál is emlegetett a jelenlegi pártvezetés, hogy aki nem oda való, az menjen. Én mindig szeretek a bejátszókra reagálni, szerintem ez a műsor egyik legizgalmasabb része, és nagyon örültem, hogy talán előső alkalommal, mióta itt vagyok, de lehet, hogy csak elkerült a figyelmemet, ellenzéki politikus nyilatkozatát hallottuk. Aztán meghallgattam most ezt a nyilatkozatot, és hát tulajdonképpen azért ezt egy Fidesz politikus is mondhatta volna számomra. A kérdés igazából ezek után nem az, hogy mi van a Jobbikban, hanem hogy hát mi van Volner Jánossal. Ez az álláspont, ez a szöveg, amit elmondott, Sorost és CEU-t négyszer egy mondatban. Ezt voltak éppen bármelyik kormánypárti politikus is megtette volna. Az, hogy valakit meghívnak egy konferenciára, ez természetesen nem jelenti azt, hogy mindenki a konferencián egyetért vele. Gábor talán emlékszik, nekünk is volt egy konferenciák Soros György kapcsán, ahol ő ott volt, ettől én nem vádolnám őt meg azzal, hogy velem ért egyet ebben a kérdésben. Tehát ez persze nem jelent semmit. Úgy látom, hogy a Jobbikból azok, akik a Fideszhez kapcsolnak. Akkor most Volner János Fidesz ügynök lenne? Nem tudom, hogy Fidesz ügynök-e, de hogy ezek alapján őnek inkább a Fideszben lenne a helye, ezt én gondolom, igen. Bocsánat, csak a balra tolódáson kaptam fel a fejem, én nem vettem észre az elmúlt években, hogy a Jobbik balra tolódott volna. A Jobbik szélső jobbról elindult közép felé. Ott középtájt, ami egyébként nem csinálta jól, túl gyorsan lezárta. Erre van példa, hogy kell ezt csinálni.
politikai helyzetet váltani, pont a Fidesz csinálta meg 1993 és 98 között, 5 évig tartott, tehát ennek szerintem ez a kifutási ideje, most ezt a Jobbik meg akarta csinálni másfél év alatt, mármint hogy szélső jobbról bemegy középre. Középen veszélyeztette a Fidesznek a pozícióit, ez teljesen egyértelmű, nem csinálta jól, tehát szerintem egyébként tehát rosszul érzik a fideszesek, amikor azt gondolják, hogy veszélyeztette, mert nem csinálta jól. Az LMP-vel történő lehetséges kooperáció az a középre húzódásnak a jele, nem pedig a balra tolódásnak? Hát igen, mert hogy az LMP meg közben elindult egy ilyen zöld, enyhén baloldali irányból. Középen találkoznak. És középen találkoznak. Egy probléma van ezzel, hogy ők középen a két pártelnök találkozhat, vagy Volner János találkozhat Keresztes Lóránddal, de a szavazók nem fognak találkozni, mert a szavazóknak semmi közük egymáshoz. Hadd mondjak, ezt ér csak a nagyon egyszerű illusztratív számot. Az LMP szavazóinak 10% alatti hányada tudja elképzelni azt, hogy ő bármikor is a Jobbikra voksoljon, és fordítva is így van. Tehát ezeknek a pártoknak a szavazói értékrendjükben, politikai stílusukban, attól függetlenül, hogy el lehet őket helyezni közép, tehát már mint a pártokat, nagyon messze vannak egymástól. Ennek a kísérletnek egyelőre én nem látom a hasznát. Én mindig nagyon szeretek reagálni Csabára, amikor ő a bejátszóra reagál. Bocsánat, úgy, hogy közbeszóltam. El kell, hogy mondjam, hogy majd lesz sok-sok ellenzéki politikus a bejátszóba. Hogy milyen jól tudod. Ha majd olyat találnak mondani, ami a nézőket érdekli. Mert azért, hogy hallgassuk X1-jére, amit elmondanak más csatornákon, meg más orgánumokban az ellenzéki politikusok, arra a sok marhaságra sajnos ez a nézőközönség nem vevő. Így aztán a szerkesztő, nem akarom a szerkesztő dicsérni, de ő jól válogat. Ezért van ritkán. De ami a Jobbikkal kapcsolatos igazság az, hogy amit régen is mondtunk, az most kezd napvilágot látni, méghozzá nem úgy, hogy Gajdics mondja, vagy Gajdics megírja, mert ugye az arra lehet legyinteni, hanem az egyik legprominensebb, legmarkánsabb, fajsúlyosabb politikusa a Jobbiknak, egyszer csak kipakolja az asztalra mindazt a mocskot és szemetet, amit az emberek egyébként az Jobbik elmúlt egy-másfél éves tevékenysége során végig sejtettek. És ebben ez a nagy tanulság, hogy ez a középre húzódás, ez nem csak hogy nem sikerült, hanem amikor elkezdődött itt ennél az asztalnál, vagy még lehet, hogy az előzőnél megbeszéltük, hogy azért borzasztó ballépés hozzáfogni is, mert ott, ha ez komolyan vehetően középre húzódás volt, ott van egy hatalmas néppárt. Oda a Jobbik nem fér oda. Ha pedig meg akarja kerülni ezt a néppártot, óhatatlanul balra fog sodródni, azt meg nem biztos, hogy a párt tagsága és szimpatizási köre azt jó néven veszi. És nem történt más, nézzük meg, ki hirdetett ellenállást. A Jobbik hirdetett ellenállást, meg Ferenc hirdetett ellenállást. És amikor én pár hónappal ezelőtt azt mondtam, hogy a radikális mozgalmaknak sajátossága, hogy előbb-utóbb elmosódik a határ a jobboldaliság meg a baloldaliság között is, találkoznak valami számomra egyébként értelmezhetetlen politikai mezőben, az most itt Magyarországon éppen megtörténés alatt áll, hogy jó csúnyán fogalmazzak. Az történik ugyanis, hogy a radikálisok egymásra találnak, és megpróbálnak valami úton-módon maguknak szimpatizásokat keresni. Na, ezzel szemben nyilvánvaló, hogy egy virtigli pártpolitikus az fölemeli a hangját, még akkor is, hogyha úgy egyébként jogos a kérdés a Volner felé, hogy azt eddig hon voltál? Igen, bocsánat, csak ezt akartam egy fricskát csak az Otto felé, hogy itt érdeklődéssel figyelem, hogy Volner Jánosról milyen pozitív szavakkal emlékezik meg. Én nekem valami az emlékezetemben él, hogy őről a más utolsó mondatokat azért ne felejtsük el. Eddig hon voltál, Jani? Értem. Ez a kérdés. Gábor? Majd én akkor mondok rosszat róla. Megpróbálok szisztematikus lenni most is, hogy csatlakoznék Ottóhoz, mert nekem is az a gondolatom, hogy hol a közép a politikában, tehát a politikai iránytű kérdéseiről beszéltél. Ott van a közép, ahol az emberek vannak. Az pedig elfoglalja a Fidesz.
Ezért nem lehetett más logikus lépés a szélső jobbról befelé, szerinted befelé közlekedő Jobbik számára, mint hogy megkerülje ezt a történetet. Ezért közeledtek a baloldalhoz, a baloldal pedig észlelte ezt a közeledést, és láthatólag ezért mondhatjuk azt, hogy Soros ügynökök beépültek a Jobbikba, mert hát közeledtek. Miért mondhatjuk ezt? Az, itt kihagytál egy lépést, tehát közeledik a baloldalhoz, innen honnan jönnek a Soros ügynökök? Soros az a Fidesz között van, a Fidesz tagjai között a Soros ügynökök. De miért minden baloldali Soros ügynök? Nem minden baloldali, csak majdnem minden. Csak majdnem minden. Ez a bogár rovar probléma. Minden nehéz megértenem. Nem csak, hogy minden magyarországi párt belső ügyei mögött Soros György, de ellenzéki pártok belső Soros Györgyöt sejteni, merész. Az a helyzet, hogy ezt nem Gajdics mondta, nem G. Fodor mondta, hanem Volner, az a Volner, aki elég nehezen vádolható a Fidesz-szel való kollaborálásban. Én megvádoltam pedig egy kicsit majdnem. Rendben, mert ugyanazt akkor mondja, mint a Fidesz. Hát, de és azt mondta Otto, hogyha ugyanazt mondja a Ferenc, csak a Jobbik. Nem lehetséges, hogy a Fidesz igazat mond. Hogy ez a helyzet. Hogy és akkor Volner lehetséges azért mondja ezt, mert a Volner eddig nyelt, számított, várt, hogy mi történik, és nem történt semmi. A Jobbik elkezdett lefelé menni. Nem tisztulási folyamatról van szó, hanem felaprózódásról, kiábrándultságról, sikertelenségről, és borítják ki a bilit. És szerintem igenis hihető folyamatról ír, vagy beszámol, vagy nem tudom mit csinál, mert ugye Facebook posztokat tett közzé, legelőször is, amikor azt mondta, hogy itt Soros emberei balra próbálták fordítani a Jobbikot. Miért ne hihetnénk neki? Én bárkinek szívesen hiszek. De hát maga az Otto mondta azt, hogy hát ugyanazt mondja a Feri, meg a Jobbik, akkor biztos ők között van kollaboráció. Én ugyanezt mondom, hát ha ugyanarról beszél a Fidesz, meg Volner, akkor lehet, hogy köztük van kollaboráció, ami nekem nem fáj. Tehát, nekem se fáj, semmi se fáj, csak az a helyzet, hogy arra a problémára, hogy van a Jobbik, amely nagy dírrel-durral kormányt akart váltani, majd április óta eltelt fél év, és most már mindegyik ember alkot lassan egy külön frakciót, és elkezdenek emberek beszélni arról, hogy mi történik a Jobbikban. Szerintem egy felbomlási folyamatban hihető magyarázat az, hogy kiábrándult, csalódott, vesztes emberek elkezdik kiteregetni a szennyest. Még akkor is, hogyha ez a magyarázat egybevág azzal, amivel a Fidesz megvádolta a politikai ellenfeleit. Felbomlási folyamat az azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve a Jobbik időkérdése is megszűnik létezni. De Marian, gondoljunk bele abba, hogy az egy okos megoldása bárkinek a részéről, mert ugye nem csak Volner beszélt itt, hanem reagáltak rá. Tehát egy nyilvánosság előtti szócsata zajlott. Okos folyamat-e nyilvánosan kiteregetni a szennyest, az a rendteremtésről szól-e, vagy a felbomlásról? Az LMP-nél ezt annól megbeszéltük, hogy de hát ez ugyanolyan, mint egy családi vita, hogyha hallják a szomszédok, hogy kiabálsz, vitatkozol, törnek a tányérok, akkor az nem jó image. Nem fogják elhinni, hogy minden rendben van. Itt szerintem ebben a mostani mondataidban a vége felé egészen általam is támogatható érvek voltak. A tányértörés vagy a családi vita? Félsz egyetérteni a Tiborral? Tényleg ez a része az szerintem, ami nagyon fontos, mert a választópolgár már a Jobbikos, már a választás után azt érzékelte, hogy a párt vezetői azt kommunikálták, mint egyébként legerősebb ellenzéki pozíciót szerzett a párt, ezt tegyük hozzá, de mégis azt kommunikálták, Vona Gábor távozásával és aznapi nyilatkozatokkal, meg az utána következő megnyilvánulásokkal, hogy egy vesztes csapat tagja voltál, kedves Jobbik szavazó. Ezt az érzést magukra húzták. 3 hónap alatt, lehet, hogy 2, eltávozott ennek a szavazótábornak az 1/3 szétszélet. Ez már egy új helyzet volt, a közvéleménykutatások megmutatták, hogy van egy gyengülő párt. Most innentől kezdve maga a jobbikos politikus, bármelyikük, azt érzi, hogy hoppá, ő is föleszmél, én is vesztes csapattagja vagyok, akkor történt egy kis rásegítés, mert a Mi Hazánk mozgalom létrehozása azért valószínűleg kormányzati a kormány médiában nagyon kedvező fogadtatásra talált és segítettek ebben ennek a pártnak a létrejött. Tök jó volt nézni, hogy szétesik a Jobbik. Létrejöttében sokat lehetett ilyeneket olvasni. Ez volt a következő lépés. Csabának jön Volner János, hogy legyen nálunk az ellenzékről is szó. Igen, arról az ellenzékről, igen. Hát mindjárt beszéljük a kormányról is személyen. Jön Volner János, ő a következő lépcső, aztán még ki tudja, kik jönnek. Tehát amikor azt lehet olvasni, vagy azt a gondolat kísérlet, hogy ez egy ilyen kisgazdásodási folyamat, ahol szép apró lépésekben összeomlik az egész, ebben van valami ráció. Tehát ez a tányértörés azért jó példa, mert hogy
erre szavazó nem tud gerjedni, hogyha szétesik valami, ellenben, nem lesz új szavazó. Azt jegyezzük meg, hogy a Volner-Fidesz koalíció viszont tengeren túlról is erősödik, mert hogyha valaki kétségbe vonná annak valóságtartalmát, amit a Fidesz is mond meg, most már Volner is mond, az csak hallgasson bele, hogy az amerikaiak szerint kik szervezték a tüntetéseket például a kijelölt főbíró jelölt ellen, és mindjárt érdekes összefüggéseket fognak látni. Csaba azt fogja mondani, hogy nekünk a Financial Times meg egyéb amerikai orgánumok is a koalíciós társaink. Ezt biztosan nem vádolnám őket azzal, hogy a Fidesz koalíciós társaink. Pedig ők sorost erősen vádolják azzal, hogy beleugat mindenbe ott is. De nagyon különböző dolgokkal vádolják sorost, mint amivel ti vádoljátok. Én azt mondta talán a Tibor is, hogy minden káoszteremtéssel magyar... vádolják, mi is csak ennyi minden, hát ez messzire vezetne ez a káoszteremtés, pedig a Jobbikról akartam valami rosszat mondani, de ha már káoszteremtéssel, azt gondoltam, hogy ez nektek tetszen, de ha már a káoszteremtésénél tartunk, persze szerintem nem a Jobbik teremt káoszt, tehát most már lehet hallani arról híreket, hogy esetleg a Mi Hazánk akár frakciót is alapíthat a parlamentben. Kíváncsian fogom várni, hogy jön a Fidesz fogja támogatni az alakulatnak a megszületését, vagy ennek a frakciónak a megszületését. Én biztosan nem fogok könnyeket hullatni a Jobbik fölött, hogyha egyébként vége lesz neki. Azt meg te azt mondtad, hogy hát hol volt eddig Volner úr, tehát tulajdonképpen ehhez tudnék csatlakozni részben. Azok a baloldali szavazók, akik a Jobbikra adták a voksukat, most megláthatják, hogy egyébként milyen emberekre adták a voksukat, milyen embereket támogattak, ahogyan te biztatod adott esetben a fideszes nézőinket, akik biztosan többen vannak, mint a baloldaliak. Én azt mondanám, hogy ezek után a Jobbik, vagy az annak az alakulatai biztosan nem lehetnek választható opciók, hiszen ha egy ilyen Volner van benne, ki tudja, hogy a többiek egyébként titokban mit gondolnak. Heller Ágnesnek is üzened ezt? És igen. Az értelmiségi körnek, aki azt vizionálja, hogy... Ki ez az értelmiségi kör? Akik találkoznak a szalonokból, és Heller Ágnes szabad egyetemet én tart Shakespeare-ből. Én nem tudom milyen szalonfanat először, és nálunk az üzengetés nem divat, tehát az nálatok szokott olyan lenni, hogy újságban megírnak emberekről, hogy akkor kit kell támogatni, meg kit nem, és másnak már nem múzeumigazgatók, de mindegy, erről nem akarnék beszélni, mert kinyitna egy kultúrharccal kapcsolatos kérdés. De egyébként igen. Heller Ágnes, szerintem tévedett. Én meg azt szeretném, szabad még egy megjegyzést tenni? Azért nagyon rövid lesz, hogy annak azért van valami pikantériája, hogy Schneider Tamást, akinek a múltját tudjuk, hogy milyen volt, tehát egy skinhead per vádlottja volt, most Soros Istának minősítik tulajdonképpen a pártbéliek. Ez a felhozatal, hát én igazán választanék minőségiből. Kapkodom a fejem. Ez így volt, Tibor, ez akkor, amikor a baloldali politika sokáig nem tudott fölmutatni igazi nácit, és mindenféle embereket küldtek be a jobb oldal soraiba, már akkor megfogalmazódott Magyarországon az, hogy ezeket a figurákat és ezeket a csoportosulásokat, ezeket balról kreálják, pontosan azért, hogy befurakodván a jobb oldalba, ott pusztító akna munkát végezzenek, és szalonképtelenné tegyék a jobb oldalt. Úgyhogy egyébként magával vonna Gáborral kapcsolatban is, és úgy általában a mostani Jobbik történésekkel kapcsolatban is fölmerül az a kérdés, hogy na ezt vajon ki szervezte, ki küldte őket, ki juttatta idáig ezt a radikális jobboldali párt. Úgy látom, hogy erre már ne reagáljunk. Nyugodtan, egy röviden, szóval, hogy, nem hagyjátok, hogy tovább rendítsam a beszélgetést. Én egy ideig próbáltam megérteni, hogy hogyan lehetnek ők mind Soros Istvánok, de aztán rájöttem, hogy ez úgy működik a Fidesznél, mint annak idején a kommunistáknál működött az, hogy valaki titóista, vagy éppen adott esetben revizionista, vagy éppen adott esetben ellenforradó, de nem mindenki, aki az adott rezsimnek nem szimpatikus, ez abból lesz. Ezzel lehet viccelődni, Csaba. Ez egy nagyon komoly állítás. Az a baj, hogy te nem éltél, legalábbis tudatosan nem a 90-es évek előtt. Sajnos nagyon helyesen látod, ez így működik. Ezeknek a titkosszolgálatoknak ugyanis ez a módszere, amit te most szépen leírtál. Megvádolnak, besároznak, és ahhoz, hogy erre legyen bizonyíték, beküldenek közzéd olyan embereket, akik meg is teszik azt a szívességet, hogy fölgyújtják az izraeli zászlót, hogy cukorkát zabálnak, és aztán mindenféle olyasmit csinálnak, amire el lehet őket ítélni, és még csak egyet mondjak, hogy a Soros hálózatainak ugyanez a módszer. Úgyhogy ezen nem kell annyira csodálkozni, hogy a Jobbikban egyszer csak felfedezel sorosista alakokat. Extremitásokról beszélt, én is emlékszem, én is elég idős vagyok az, hogy Bács Fidianára, Szabó Albertre emlékezzem, de azért itt nem arról van hogy szó. Hogy keresték, hogy legyen végre hogy egy szalonnáci? Egy milliós támogatottságú
párt széteséséről igen, van szó, ami magától is megy. Nem csak Soros Györgyöt hozzuk akkor szóba, Szabó Balázs, a szexuális alapszervezetnek az egyik tagja mondta azt, hogy maga a Jobbik vezetése volt az, aki megfigyelő embert küldött azért, hogy az elnökségnek jelentsen az alapszervezet tagjairól. Tehát nem feltétlenül csak Soros Györgyről van szó, amikor erről beszélünk, hanem a módszerről, de inkább én tovább csak mennék. Csak egyetlen egy mondatot, mert hogy azt hiszem, hogy indokolatlanul kihagytuk a felsorolásból, amikor a Jobbik válságáról beszéltünk, hogy azért köszönő üzenetet fogalmazhatnak meg Bona Gábornak is, aki most influencerkedik, meg összevág jó pofi videókat, de a Jobbik tagsága és a Jobbik szavazói megköszönhetik az ő ablaka alatt is, hogy hova jutott el a párt a nagy baloldali fordulatban, meg néppártosodásban. Mert hogy ne hagyjuk ki a felsorolásból, mert ez csak az utóélete ennek a történetnek. Arra válaszoljatok, legyetek szívesek, hogy mi lesz a Jobbikkal most. Volner János azt mondta, hogy egy LMP-Jobbik együttműködés körvonalazódik, amit nyilván a Jobbik vezetése most többek között Gyöngyösi Márton is tévéinterjúban cáfolt. El tudjátok-e azt képzelni, hogy egy két meggyengült pár valamilyen módon úgy tud megerősödni, hogy közösen gondolkodnak és közösen munkálkodnak együtt? Ez az egyik. A másik kérdésem pedig, hogy mi nem lesz azokkal a szavazókkal, de csak azért, mert nem fejeztem be a gondolatot, mi lesz azokkal a szavazókkal, akik a folyamatos balhék és botrányok miatt kiábrándultak ezekből a pártokból? Nem feltétlenül lehet azt gondolni, hogy a Mi Hazánk mozgalom a Jobbik gyengülése kapcsán egyből megerősödik. Többen azt mondják, hogy itt azért lehetnek még apróbb szervezetek, akkor mi lesz a radikálisokkal, és mi lesz azokkal a szavazókkal, akik fél évvel ezelőtt még a Jobbikra adták a doksukat? Hogy a folyamat az, hogy a 10%-os teljes népességen belüli adatot mondok Jobbik, és a 3%-os LMP, hogyha minden klappolna, és ezek a szavazók tényleg a másikat imádnák, de hát elmondtam, hogy nem már, mint a másik pártot, akkor lehetne 13, de nem lesz ebből 13, ebből kevesebb lesz, mint 10, ez 3 és 10% közötti támogatottságú párttá fog válni nagyon hamarosan, ha ez a folyamat folytatódik. Abban a pillanatban a Jobbik bezuhan abba a tartományba, amerre az MSZP van, a DK van, és ott már nem tud kitűnni, tehát az kevés lesz, hogy én parlamenti párt vagyok, és szakpolitikát folytatok a házon belül, ez nagyon kevés lesz, tehát itt egy porladási folyamat van, aminek, ahogy most nézem az eseményeket, aminek a bekövetkezési valószínűsége még az is lehet, hogy hónapok, néhány hónap kérdése csak. Tehát, hogy néhány hónapon belül itt nem beszélhetünk már Jobbikról, mert nem lesz érdekes az téma. Az a helyzet, hogy a matematika, már többször mondtam, a politikában nem úgy működik, mint ahogy azt gondoljuk. A 10 meg 3, az lehet, hogy 6. Így van. Ugyanis az a helyzet, hogy ez nem ugyanaz a Jobbik, nem ugyanaz az LMP. A két vezető találkozik az erdőbe magányosan. Lehet, hogy a két egyébként elszigetelt párt között még megtörténhet a egymásra borulás, de a szavazók nem fogják őket követni a közös úton, mert egész egyszerűen nem erre kaptak mandátumot ezek a pártok, nem ezt az értékrendet képviselik, nem így igazodnak el. És egyébként, ha még lenne egy Fidesz ellenes hangulat, akkor se hiszik el a Jobbik-LMP összefogásról, hogy ez a két erő, illetve az összefogásuk képes lenne változtatni a fennálló helyzetet. Még egy dolog van, szerintem, hogy nagyon fontos, hogy amikor ilyen formáció kialakul, vagy egy ilyen átalakuló folyamat zajlik, akkor kell megszemélyesítője legyen ennek az akciónak. Kell egy frontember. Én sem a Jobbik elnökébe, sem az LMP mostani elnökébe nem látom bele azt, hogy ő ezt a formálódó csapatot valamilyen módon úgy tudná megjeleníteni a választópolgárok számára, hogy azt mondja fejükhöz kapja, hogy aha, én erre vártam. Én a tartalommal kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy nem ártana a radikálisok szavazataira átsingózó politikusoknak észrevenni, hogy megváltozott a radikalizmus iránya. Ma már nem a különböző társadalmi csoportok helyzetének a megváltoztatásában kell radikálisnak lenni. Ma már a globalizmus ellen folytatott küzdelemben kell radikális lenni. Ma már a hazaszeretetben kell radikálisnak lenni. Ma már az anyanyelv, a szülőföld védelme tekintetében kell radikálisnak lenni. És egész egyszerűen az a helyzet, hogy a Fidesznél és a kormánynál radikálisabb ebben a kérdésben egyetlen ellenzéki párt sem tud lenni. Ezért aztán a radikálisok csak kapkodják a fejüket, hogy na most akkor hova szaladjak. Én azt hiszem értem, tehát, hogy azt mondja, ha arra gondol az Otto, hogy az a politika, amit a Fidesz itt folytat, az mondjuk, hát akár radikálisnak is nevezhetnénk, az ellenzék jó
csökkentése, a korrupció, ezek mind elég radikális méreteket öltöttek szerintem a Fidesz. Ezek nevetséges dolgok, Csaba. 6 milliárd forintot költ el a Fidesz most kormányzati kampányra, ez az összeg, ha jól számolom, akkor 15-szöröse valamelyik ellenzéki párt költségvetésének, úgy, hogy semmiféle ellenzéki vélemény nem hangzik el. Azt mondtad az elején, hogy majd foglalkozzak vele ezt az ellenzékkel, hát többek között azért is érdemes az ellenzéki álláspontot mindenütt elmondani, mert a kormányzat olyan összegeket költ el a mi adóforintjainkból propagandára is. A miénkből is, ezt már többször elmondtam neked. Akkor legyen csak 3 millió ember nevében merem mondani, nagyon helyes, hogy elkölti a kormány ezt a pénzt. Én meg a másik 3 millió ember nevében mondom azt, hogy akkor legyen 6 milliárd a másik álláspont. Vita van, vagy legyen csak 3 milliárd a másik álláspont. Hogy a mi álláspontunkat tevékenyen, cselekvően is hajlandó támogatni a 3 millió ember, a tieteket, meg nagy ívben. De ott, amikor az egyik oldal kap 6 milliárdot a saját propagandájára, a másik oldal pedig nulla, azaz nullát, az nem tevőleges vita, az egy kormányzati propaganda. Ezt soha el nem magyarázod a mi nézőinknek, tudom, ugyanis egyfolytában arról panaszkodnak, hogy iszonyat módon hallják az ostoba ellenzéki nyavajgást, nyekergést, a minden rossz, a mindent leócsároló, mocskoló hülyeségeket, rosszul vannak tőle. Úgyhogy ha még... Azt nem mondta, hogy legközelebb 17 milliárd lesz a kormányzati program. Ingyen is hajlandóak csinálni, akkor én leborulok, de sajnos azt kell feltételeznem, hogy te rosszul tudod ezt. Azt azért ne a számokat? Igen. Hát kíváncsi vagyok, akkor nálatok a magyar időkben majd milyen számok lesznek. Ellenzék fejére olvasni, hogy ellenzéki pártként működik és kritizálja a kormány, beletartozik az is, hogy kritizálja a kormány tevékenységét, szerintem ez nem helyes, Otto. Hát ez az ellenzéknek a kormány tevékenységét én is kritizálom, számtalan kritika között de azonban tudom, különbség tudom, van. Tudom, az nem kritika, hogy itt minden igen. Rossz. Akkor nem ismétlem igen, magad. Igen. A másik, még megütötte a filmet, én nem értem ezt a radikális hazaszeretetet. Tehát én vagy magyarnak vallom magam, szeretem ezt az országot, imádok magyarnak lenni, ez mondjuk az álláspontom. Hogy lehet ezt meghaladni? Mi ennek a radikális változata? Bizonyos kérdésekben megengedő vagy nem? Vannak helyzetek, amikor elhangzik az a felszólítás, hogy talpra magyar, híja haza. Ilyen egyszerű. Igen. Most megint ilyen helyzet van. Mit kell tenni? Nem lehet csendben beszélgetni, kvaterkázni arról, hogy szeretjük-e a hazánkat, vagy sem. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy valaki abban a kérdésben, hogy le kell-e zárni a határt, és magunk akarjuk-e eldönteni, hogy itt kilép át rajta, és milyen körülmények között. Ebben kell radikálisnak lenni. És ez nem mismásolás kérdése. Ezt világosan el lehet dönteni, migránspárti vagyok, vagy nem vagyok migránspárti. Ilyen egyszerű. Szerintem meg ha azt hallod, hogy a miniszterelnök 17 milliárdos magángéppel megy valahova, akkor abba kell radikálisnak lenni, és azt kívánja a hazaszeretet, hogy kikövetelt, hogy ez honnan van, miért van, van-e hozzá köze annak, hogy milyen kormányzati beruházásokat kap meg ezek után valaki. Ez borzasztó hülyeség. Ez nem a hazaszeretet? Ez egyáltalán nem. Ja, egy repülőgép mennyibe kerül, ne haragudj, azt szerintem tökéletes piaci viszonyok határozzák meg. Örülök a liberális álláspontnak. Én szerintem egy ilyen modern gépet nem lehet olcsóbban kihozni, de ha te tudsz erre módszereket, szerintem meg fogják neked köszönni, mondom, mert szívesen adnák az 15 milliárd is azt a gépet. Bárcsak lennének ilyen módszerek. Mi csak egy hülyeség ez? Hogy szerintem a hazaszeretet nem csak abban az egy kérdésben van, amiről ti beszéltek. Ócska demagógia, amit te most mondasz. Nem ócska demagógia. És ráadásul nem is a saját gondolatod, mert ezt a ostoba MSZP-s, meg DK-s ezéktől, politikusoktól vetted át. Olyan, aki de nem, nincs értelme. Hát világosan látszik, hogy ez a magyar társadalmat nagyon-nagyon nem érdekli. Hát ki gondolta volna, hogy 25 forint egy repülőgép, szerinted? Én magamtól is. De még mondd el még ötször, hogy 17 milliárd, és akkor mi van? 17 milliárd. Szerintem akkor itt haladjunk, mert nem lehet. Az etejtek kitör a vulkán, jó? Tehát, hogy csak annyit akartam mondani, hogy hogy lehet radikálisnak lenni a hazaszeretetben, meg ki ennek a szereplője? Hát például a kormány, aki képviseli, aki reprezentálja az országot, például a miniszterelnök, amikor elmegy, és azt mondjátok, itt ültem azokban a vitákban, a sargentini jelentés után, hogy most már ideje lenne elfogadni a tanárnéninek, tanárbácsinak a kioktatását, hogy megbuktunk ebből, abból, hátralépni, tanulni ezekből a vitákból. Na, a hazaszeretet azt jelenti, hogy kitartunk az álláspontunk mellett. Nem lesz bevándorló Magyarországon, állni fog a kerítés, hiába nyomja Merkel, Macron, Brüsszel, akkor is ki fogunk tartani emellett az álláspont mellett. És ezt kijelenítheti meg az, aki képviseli a magyarok közösségét. Ez a helyzet. Ez a hazaszeretet radikalizmusa, amikor a politikai harcmezőn van. És ezek a kérdések attól a kérdéstől, ami például egy ellenzéki kérdésfeltevés, mint a Csabáé, hogy
ó, 17 milliárd, én is elmondom akkor, mert hidd el, senkit nem fog érdekelni, igaza van Ottónak. Ez az egész, ez arról szól, hogy hogy lehetne egész egyszerűen sebet ejteni azon a politikai aktoron, szereplőn, aki megvédi az országot. Nem így fogják szól. Értelmezni a választók. Nézzétek meg majd nyilván, a számokat. Nyilván a 6 milliárd elköltése segít ebben, de Gábor, miért gondolod, hogy a választók ostobák, és csak úgy tájékozódnak a politikáról, hogy ott látják az óriás plakátot, rá van írva, védjük meg Magyarországot, és akkor mindenről elfelejkeznek, olyanok, mint egy betáplált gyógy. De ha nem ostobák, akkor miért nem működnek az érveitek? Miért nem gondolják azt, hogy itt nagyon rossz dolog, amilyen irányba tart az ország, és stb. Ha válaszolhatok, akkor elmondom. Abban van köztünk különbség, Gábor, hogy én nem vitatom azt, hogy a hazaszeretet és a menekült kérdésben, amiről ti beszéltek, ez rendkívül fontos. Én csak azt mondom, hogy másnak mást is jelenthet a hazaszeretet, a korrupció elleni fellépést, az, hogy normálisan működjenek a dolgok, és nem értem azt, hogy miért kell vitatnotok azt, hogyha valaki ezekért a kérdésekért fellép, az mindenképpen csak azért teszi, mint amit az Otton mondott, mert egy MSZP-s politikus kitalálta, az a hírem, hogy nem szorulok rá MSZP-s politikusokra ahhoz, hogy saját gondolataim legyenek. Te azt hogy ilyen hülyeségeket mondjanak? Ilyen hülyeségben biztos nem adnék MSZP-s politikusnak tanácsot, de ha megkérdeznének arról, hogy érdemes-e beszélni arról, hogy korrupció van-e Magyarországon, érdemes-e arról beszélni, hogy korrupció mindenütt van a világon, hogy a nem csak Magyarországon, és még sokkal nagyobb korrupció is van különböző országokban, mint Magyarországon. Az egész Európai Unió, az összes tagállamnak súlyos problémája a korrupció. Mit mondasz ezzel, hogy Magyarországon is van? Egyetértek azzal, hogy az Európai Unió sok országában fontos kérdés a korrupció, azzal is, hogy fel kell lépni, de azzal is, hogyha azt látják, hogy nagyon-nagyon szoros összefüggés van a között, hogy a miniszterelnök kikkel és hova utazik, és a között, hogy másnak kikap egy stadionberuházást, ha egy ellenzéki politikus ezt felveti, akkor szerintem helyesen teszi, mert ez neki a dolga. És látjuk a számokat, hogy milyen sikeresek az ellenzéki politikusok. Hajrá! Hajrá! A hazaszeretet! Drukkolunk Volner úr, a hazaszeretet rögös ösvényén előre. Témát még úgy is föl fogjátok hozni jövő héten és utána is, úgyhogy szerintem ugorjunk egyet. Tarlós István ismét indul a főpolgármesteri címért. Ezzel egy időben az Azonnalinak nyilatkozott Molnár Zsolt az MSZP részéről, miszerint szeretnék az előválasztás mint folyamatot megvalósítani annak érdekében, hogy a jelenlegi főpolgármesternek egy megfelelő kihívót találjanak. Már megint ugye ütemkésésbe látszanak az alapvetően ez a Csabának a témája, hiszen erről régebben is sokat beszéltünk, de ha abból indulunk ki, és most mindenféle irónia nélkül kérdezem, ha ez annak idején nem valósult meg, akkor van arra releváns indok, hogy most ezt meg tudja az ellenzék csinálni, ráadásul úgy, hogy Molnár Zsolt azt mondta, hogy persze MSZP, DK, LMP, Momentum, a Jobbikot kizárják ebből a folyamatból, tehát már nem tudják már most elképzelni, hogy ők ebben részt vegyenek. Akkor most ezt a gyakorlatban hogy lehetne megvalósítani? Most olyat fogok mondani, mivel remélem egyetértetek, csak hogy az előző vitánkat tompítsuk, jó? Egyrészt az előválasztást meg kell csinálni, és nem beszélni róla. Tehát az ellenzék azt valóban eltanulhatná a Fidesztől, hogy én sose hallok Fidesz politikusokat úgy bemenni a televízióba, hogy azt mondják, hogy ez lesz a három vezető témánk, és ezt így fogjuk megcsinálni, nem beszélnek róla. Tehát az előválasztással kapcsolatos beszéd az nem jó, meg kell csinálni. A másik, amit szintén eltanulhatna több ellenzéki politikus a Fidesztől, hogy hát ha az ember el akar indulni, akkor szerintem el kell indulni, és ha meg nem, akkor meg nem. Tehát, hogy mindenféle sok szempontból feltételek nélkül. Tehát én azt gondolom, hogy vannak tehetséges és alkalmas személyek az ellenzéki oldalon arra, hogy Budapest főpolgármesterei legyenek, Tarlósnál mindenképpen jobbak, szerintem egy előválasztás alkalmas módszer lenne a kiválasztásukra, de bármi más is alkalmas módszer, csak előválasztás. Én azt mondom, hogy az előválasztás egy lehetséges eszköz erre, azt is mondom, hogy az előválasztással kapcsolatos beszéd az nem segít, egy előválasztás az sok mindenre jó lehet, de a legjobb az lenne, ha minél gyorsabban eldőlne. Nem az a lényeg szerintem, hogy dől el, hogy ki az ellenzéki, hogy az a lényeg, hogy eldőljön. Bocsánat, csak én nem vagyok előválasztás szakos, csak közvélemény kutatási adatokat látok, ami a helyzet, a sajátot is, nem csak a ma megjelent Nézőpont Intézetet, hogy Tarlós István egy nagyon erős jelölt, ő a regnáló főpolgármester, ami úgy jó, ha tudjuk, úgy általában is, hogyha a regnáló polgármesterek elindulnak egy új választáson, és különösebb botrányok nem fűződnek a nevéhez, akkor félig meddig a zsebükben van már a következő ciklusnak is a mandátuma. Tehát Tarlós István egy nagyon erős pozícióból indul. Az ellenzék azt jól felismeri, hogy valami olyan technikát kell kialakítani, ahol a legerősebb jelöltet, vele szemben a legerősebb jelöltet lehet kiállítani.
Én azt látom, hogy több, ugye sose jut el az ellenzék addig, hogy ezt az egyetlen jelöltet Budapesten meg tudja nevezni. Nem volt még előválasztás, minden más volt, sötét szobák rejtekén belül kialkudott. Shakespeare-szemináriumon. Láttuk legutóbbi, hogy visszalépett az MSZP jelöltje, átadta a lehetőséget Bokros Lajosnak. Tehát tényleg minden volt, és ez még nem volt. Én azért tartanám jónak. Szerintem nagyon rövid rá az idő. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy az idei évben ez meg fog tudni valósulni. Láttam azokat a technikákat, amihez hozzá kell járuljon, ez a szavazati technikát, de mindenképpen ez egy új eszköz. Arra is jó, még egy dolog szerintem nagyon fontos, hogy alarmizálja az ellenzéki szavazókat. Az ellenzéki szavazók más se hallanak részben saját maguktól, a saját pártjaiktól. Egyrészt ezt mutatják, másrészt ezt mondják nekik, hogy nagyon rossz helyzetben vagyunk, tényleg ezekkel nem lehet, azokkal nem lehet, tehát hogy egy önsorsrontó fázisban vannak az ellenzéki pártok, a szavazók ezt érzik, és ezzel őket föl lehetne rázni. Ha más funkciója nincs, és nem verik meg Tarlost, akkor is egy nagyon fontos funkciót tölt le. Felvételre igyekezvén az előző programomról gyalog mentem le az emeletről a földszintre, és elhaladtam egy ajtó előtt, amire ki volt írva egy filmstúdiónak, hogy az a casting lakása. Hangosan fölrögtem, hogy vajon mi folyhatott oda bent, és körülbelül ez a véleményem arról is, amikor az ellenzék valamire való főpolgármester jelöltet keres. Tehát mindent elmond róluk, mindent. Ez a tipikus hozzáállása az egész magyar valósághoz. És akkor, ha főpolgármesterről beszélünk, akkor a budapesti valósághoz, hogy teljesen mindegy, hogy mi történt itt az elmúlt években. Teljesen mindegy, hogy hány dolog épült, hány dolog szépült meg, hány dolog újult meg, mennyi minden dolog indult el legalább abba az irányba, hogy egyszer majd jobb legyen, ha még nincs is kész. Az mind-mind nem számít. Egy dolog a fontos, Tarlost! Annak örülné, ha nem indulna el az ellenzék? Nem, annak örülnék, hogyha lenne... Nem természetes. Mert egy jó ellenzék nem ezt mondja. Egy jó ellenzék mit mond? Nekem szilárd elképzeléseim van arról, hogy milyen legyen 10-15 év múlva ez az ország, és annak fővárosa. Most az legutóbbi választáson valamilyen baleset miatt ugyan alul maradtunk, de közben is folyamatosan építgettük, tervezgettük, hogy hogyan tovább, ha majd még egyszer odajutunk, és erre természetesen megvannak a legkiválóbb szakembereink, úgy, mint főpolgármester jelölt. 3 évvel ezelőtt megvolt már. Most állítólag arra vártak, hogy a Tarlós mit mond. És most bejelentik, hogy majd ők keresnek valamilyen úton, módon ellene valakit. Valamiért kéne kiállítani valakit. Már évekkel ezelőtt, az akkor nem lenne ilyen probléma. Két nevet csak hadd említsek meg. Molnár Zsolt azt nyilatkozta, hogy akár Puzsér Robertet is, zárójel, ő azért mondott víziókat, hogy képzeli a Budapestet a jövőben, vagy Demszky Gábort is támogatnak, hogyha a szavazók ezt akarják. Remek, hajrá, mind a kettőnek, én ezt kívánom innét, szurkolok nekik, de hogy ebben a kérdésben én szerintem az ellenzék pártok és az ellenzéki szavazók akarata, valóságérzékelése eltér, ugyanis ma, ahogy bejelentették, hogy Tarlós ismét indul, szerintem az ellenzéki szavazók nagy része is felsóhajtott, akkor a Pista marad. Ezt gondolom, az a helyzet. Beszélges néhányan. Hát igen, de amíg ilyen zsenik jönnek, feljönnek a zsenik a pályára, akik... hatalmas ego bajnokokról beszélünk, akik csak és kizárólag őket a reflektorfény érdekli, illetve hát az utóbbi Demszky interjúból kiindulva nem merek megkockáztatni kijelentéseket, hogy micsoda. Ez terápiás indulás lesz. A legelvakultabb ellenzéki szavazó is azt fogja mondani, akkor a Pista marad. Ez a helyzet, és hagyd csatlakozzak még egy gondolat erejéig ahhoz, amit a Csaba mondott, mert azzal egyetértek, hogy az a nagy problémája az ellenzéknek, hogy ott csodálatos elemzők vannak, ott mindenki elemző. Elemzik a helyzetet, ez kellene, ez a helyzet, így. Ezek a számok.
senki sem cselekszik. Na most a tarlósnak az a fölénye mindenkivel szemben, ő cselekszik. Ő egy probléma megoldó ember, ő a tarlós. Szerintem probléma okozó szerintem, de igen, most ez már egy tartalmi. Én nem tudom, melyik városban élünk, szerintem 8 év Dugó, alatt ez a metró felújítás. Jártál már több városban, de talán jártál más világvárosokban is, ahol igen. A helyzet katasztrofális szerintem. Katasztrofális. Én sok világvárosban jártam, szerintem nem katasztrofális. Ez főleg keletre mész, és akkor ne csak az említett két jelölt, önjelöltnek a neve maradjon meg a nézőkben, még kettőt szeretnék fölvetni, és ezt lehet, hogy komolyabban Alföldi is Robert. Lehet. Nem, én Karácsony Gergely nevét, Karácsony Gergely nevét, és Horváth Csaba nevét szeretném ide behozni az asztalra. Mind a ketten ugye a képviselőtestület tagjai, vagy polgármesterként, vagy más mandátummal van víziójuk a városról, majd kitermeli a megoldás azt, hogy melyikük az alkalmasabb, de minden esetre, hogy ne ironizáljuk persze. Csak el, és ne bagatelizáljuk el a helyzetet. 10% közeli eredményhez segített. Hát ő Zugló polgármestere, igen. És megnyerte azt a választást. Hát igen, tehát van egy városvezetési tapasztalata. És azóta van egy véleményük Karácsony Gergelyről, de kiknek? Őt is biztatnám. Kinek? Biztatnám. Te olyan jól ismered az ellenzéki szavazókat. Ugye hát, a zuglói szavazókat. Meg fogjuk most nézni. Nem baj, annyit tudunk, legyen még egy ilyen optimizmus. Én nem akarom elvenni a kincstári optimizmusotokat. Az a helyzet, hogy ezek a jelöltek rossz jelöltek. Ha már szóba hoztad, csak egy gondolat Karácsony Gergely kapcsán, ha már szóba hoztad, az helyes magatartás az ő részéről, hogy bár Zugló polgármestere bármilyen pozícióba kerül, ő mindig azt mondja, hogy nem jelentkezek önként, csak hogyha engem jelölnek. Ugye így lett kormányfő jelölt is az MSZP párbeszédnél, tehát nincs meg benne talán az az erős ambíció, amikor azt mondja Zugló polgármestereként, hogy már pedig hát én főpolgármester szeretnék lenni, nem biztos, hogy erős jelöltnek tartanák. Ez egy politikai stílus, amit nyilvánvalóan, hogyha szembeállítjuk Orbán Viktoréval, akkor jelentősen eltérő. Én Karácsony Gergely szakos vagyok, szakmabéli, együtt voltunk közvéleménykutatók, hát azt hiszem, hogy... Tehát egy újabb elemzővel van dolgunk. Egy egykori elemzővel van dolgunk, aki azóta bebizonyította egy választáson, hogy őt szeretik az emberek, mert megválasztották. Gábor, ezt az apróságot ne felejtsd el. Tehát, azt sem felejtem el, hogy azóta mi történt. Zuglói... Hány pártalakulatot árult el, forgatta a köpönyegét, de most teljesen most másról mi történt van szó. Egy... Ja, az számít. Nem, hogy cserbe hagyjuk azokat Budapest a politikai választó közösségeket, Budapest-Választóserületének jelentős részét megnyerte az ellenzék, Gábor. Igen, hát és most egy Budapest... Nem számít az, hogy amióta politikai karrierjét elkezdte, annyiszor forgatott köpönyeget, ahányszor ember el nem tudja képzelni. Ne issuk ki azt a vitát, hogy egy politikusnak a változásai azok... Orbán Viktor liberálisból most Erdogánnal mutatkozó jobboldali konzervatív politikusá vált, és ez nem közönségforgatás. Minden a helyén van, itt egy budapesti kontext, most azt szeretném kérni, ha a budapesti főpolgármester választásról beszélünk, akkor ez legyen a kontextus, és ne Karácsony Gergely összes politikai megnyilvánulás, ami pártpolitikai volt. Az lesz a kontextusa, aminek hitelesebb lesz a magyarázata. Nem az lesz, hogy ő a zuglói csodagyerek, akit Zugló népe szeret, hanem az lesz a kontextusa, amit megépítenek róla. Amit ti mondtok róla. Egy rövid gondolat. Lejárt a műsoridőn. Folytassuk itt jövő héten. Köszönöm, hogy eljöttetek. Nézőinknek pedig a figyelmet köszönjük. Ha tehetik, maradjanak velünk. Utánunk most a híradó jön a nap legfontosabb eseményeivel. Legyen szép estéjük, viszontlátásra.